Sziasztok! Hello! Itt az ideje folytatni a Trapasztal projektet, és most Miss Briggs is segíteni fog nekem. Az a terv, hogy ezt a kis szegmest befejezzük, aztán meg lehet, hogy egy másiknak nekiugrunk. Vásároltam ugye még jó pár növényecskét, meg most segítségül hívtam a tartalék alkatrészes szekrényecskémet, mivel a növényekhez kellnek ilyen apró cuccok, amik többnyire szoktak készletekben tartalék alkatrészek lenni. Szóval most megpróbálom majd valamit összekreatívoskodni. Így, nézd, hogy összehúzta az asztalt. Hát nincs mese, le kell majd festeni az asztalt is. Igen, nagyjából ennyi a terv. Remélem élvezetes lesz, aztán majd mutatjuk, hogy meddig jutottunk. No, kemény munkával sikerült ezt az első kis szegmenst befejeznünk. Igen. Ennek értékel. Hogy szerintem eléggé kis vidám lett, meg színes. Eljátszogattunk a Battle Droidokkal is, ugye az egyiket a sárkány éppen zabálja, remélem nem ejti ki a szájából. Bár lehet, hogy így a csáfját, hát nem rér el odáig, mindegy, ott majd lehet, hogy valamit át kell dolgozni, meg itt van egy kis éppen széteső félben lévő Super Battle Droid, az egészen izgalmas így kompozícióba. Ugye ezt a kis sziklát építettük még hozzá, reméljük nektek is eléggé sziklásnak fog tűnni. Próbáltunk változatosak maradni, hogy szétesett droidok, nem szétesett droidok, innen támadnak, onnan támadnak. Teleraktuk kis virágokkal, mert minél színesebb, annál jobb. És ez egy ilyen izgalmas idegen bolygó lesz. Legalábbis ez a cél. Mm. Ugye? Igen. Biztos? Biztos. Igen. Továbbra is ezek a kis levélelemek a legjobbak. Ezekkel akármit meg lehet csinálni. Meg még most ezekkel próbálkozok. Ups, hogy tartsam így. Ezek a kis egyszer egyesek. Meglátjuk, milyen lesz. De lehet építeni a következő részt, nem? Igen. No, sikerült még egy ilyen szegmenst elkészítenünk. Nem gondoltam volna, hogy lesz hozzá lélekvi jelenlétünk, meg energiánk. De volt. Volt. Ugye itt nagyobb hangsúlyt fektettünk a növényekre. Készítettünk ilyen törzses, lombos fákat, nem tudom, nekem egy kicsit furcsák, de amúgy biztos jó lesz. Szerintem ilyen kisebb sziklákat is tettünk, ilyen jópofa kis növényeket is készítettünk, ezt az egyik készletből lestem le, hogy ilyet is lehet csinálni. És hát megint játszottunk a droidokkal, meg a színekkel, van egy pálmafaszerűség. Első ránézésre biztos eléggé kuszának tűnik, de hogyha elég ideig nézi az ember, akkor lát benne valamilyen rendszert, és vannak kifejezetten jó szögek, aminél nagyon mutatós, mondjuk így a vonulás irányból nézve, vagy a vonulással szembe, azért egy eléggé jó kis folyosó van. Meg a sárkány a háttérből, az mindig jól néz ki. Igazániból, ja, ez a kis távrajz, amit készítettem, abszolút nem bírok a szerint haladni, mert az tudatosabban kéne alkatrészt vásárolni, és hát most egyelőre próbálom felhasználni azt, vagy próbáljuk felhasználni azt, amit múltkor megvettem, még van jó pár típusú dolog, amihez még kb. Hozzá se nyúltam, szóval eléggé izgi növényzetet lehet még létrehozni, és hát ez a kérdés, hogy hogyan lehet ezt egy ilyen koherens összképpé alakítani, vagy legalább olyanná, hogy tényleg izgalmas, vagy hát látványos legyen. Nem tudom, én most így félig meddig meg vagyok elégedve ezzel. Az biztos, hogy jól tud működni, ezek a vegyes növények jól mutatnak együtt. Nem egy klasszikus ilyen endori csata, ahol zöld páfrányok, meg fenyők, meg ilyenek vannak, hanem azért mégis másabb, Clone Warshoz talán jobban illik. Te még szeretnél mondani valamit? Hát szerintem elmondtál erről minden fontosabb dolgot, szóval már nem nagyon tudok mit hozzáfűzni, úgy érzem. Hát, na nézzétek, ezért nekik ezt a vezető elemzőt itt mellettem, hogy ne fűzzem. Mi az, hogy vezető? Én. Persze. Persze, hát én. Ki más látsz itt most? Hát te vagy a vezető elemző, inkább. Ja, hát kérem szépen, akkor kapcsolják ki a kamerát.
No, és folytatódhat a terepasztalos projekt, és gondoltam, megmutatom, hogy mik a friss szerzemények ilyen alkatrészek tekintetében. Van egy ilyen szép nagy zsasi összekészítve. Egyfelől vannak szép kis 16x16-os plétek még. Ilyen Sand Green-et is vásároltam, nem tudom, hogy mi ez kell majd, de biztos jó lesz. Aztán még vettem jó pár 8x16-osat is, egy-két növénykével. Aztán még itt is vannak 8x16-osak. Vettem egy csomó növényalkatrészt, vannak ilyen nagy levelek, meg ilyen kisebbek, minden szép színes, ahogy lennének kell. Aztán még ilyen pici leveleket is. Figurák tekintetében az van, hogy Matyi adott ajándékba egy-két 501-es figurát, illetve droidot is, mert volt neki feleslegbe, és akkor mondta, hogy helyezzem el őket a terepasztára, szóval kis jó fej, kis ajándék volt így hozzá. És még veszegettem egy-két klónt, ugye vannak 501-esek, hiszen Rex bele fog kerülni már a terepasztalba, meg még volt árazva pár droid is, mondom, miért ne? Miért ne tarthatnám őket meg? Illetve én múltkor, amikor válogattam a boltba a szlópokat, és volt olyanok, amik sérültek, vagy eszneződöttek voltak, azokat ugye kilósömlesztetbe szoktuk árulni, és akkor azt elhoztam magamnak, mondván jó lesz sziklának. Szóval ezek a friss szerzemények. No, és ide jutottam a terepasztal építéssel, mivel elfogyott pár alkatrésztípus, amik nélkül, vagy amik hiányában nem tudom folytatni a projektet, mivel a wedge plate-ek, tudjátok, az ilyen dolgokból kb. Egy darab maradt, ami ilyen nagyobb, meg ilyen hézak itt töltött, ilyen töltelék 24-es brikek, meg itt a technik brikek is elfogytak, itt már több más miatt raktam be. Szóval mostan a következő napok egyikében majd újra rendelek egy adag alkatrészt, hogy lehessen folytatni egy újabb nézetecskével, vagy többel is igazándiból még, hogy van, még van 1-2-3 négyzet, meg néhány ilyen, hát ilyen fele hosszú blokk, amit bele lehet építeni. Elméletileg ez a terv, aztán meglátjuk, hogy hova jut. Még van egy csomó növényalkatrész, szerintem azt már nem nagyon kell venni, csak ilyen pici virágocskákat, és akkor ez a teljesen friss rész, amit most csináltam. Ugye itt van két kis dombos rész, ez az egyik, a másik pedig itt van, és itt egy kicsit ilyen tengerpartiasabbra ment, mert milyen homokbarna árnyalat van, aztán hát inkább olyan sivatagos. Jó, nyilván nem a legszebb ott az egyenes elválasztás, de így adtam most ki. Akkor szép színes fákat csináltam. Igazán, hogy itt is változatosan van, ahol arcsokkal van kialakítva, például ennél a fánál, meg annál is. Ennek köszönhetően ezek nem túl stabilak, nagyon könnyű lelökni őket, és akkor van ilyen is, amilyen masszívabb alkatrészeket használ, és ez tök jól ott marad. Megint raktam be szétlő droidot, ott van az egyik, ott pedig a másik. Kis növényeket, ugye a kis kedvenc növényecskét, ezt a néhány alkatrészből felépíthető, ez szerintem nagyon jól néz ki, nagyon jól mutat rajta, meg a kis leveleket is rá sűrítettem. Összességében én meg vagyok elégedve ezzel a résszel, és így azért kezd egészen korrekt lenni. Most amiatt fordítottam ilyen sréjén, ferdén alakzatba, hogy jobban látszódjon a képen, vagy videón, jobban mutasson. Igazándiból tényleg kezd alakulni a projekt, és hát mondjuk azt, hogy 40%-a elkészült, és most már az lesz, hogy elkezdem felhelyezni majd a klónokat, szóval itt a többi részen már lesznek klónok is, és az arra gondoltam még itt, hogy ugye az Obi-Wan versus Darth Vader készletet belerakom valahogy, mármint ezt szétszedem, és az alkatrészt felhasználom, hogyha tudom, meg a Battle on Scarif-et is, mert figurák nélkül nem néz ki jól, a figurák közül az egyik szét volt úgyis már repedve, a másik ment a vitrínbe, mert az nagyon szép állapotú, és akkor még ezt is bele lehet valahogy építeni, aztán lehet, hogy sok lesz, és hagyom úgy ezek nélkül. Ez még under debate, ott van a kis Rexecske, várja, hogy bekerüljön a projektbe. És igen, tehát így tart a dolog, muszáj alkatrészt szerezni, és utána meg lehet megint nagyba építeni, viszont most eléggé el vagyok maradva a kölcsönkapott cuccokkal, meg ugye fog megjelenni augusztusban egy csomó Star Wars-os újdonság, és még az előző havival sem végeztem, szóval most muszáj lesz majd több videót felvenni azokkal kapcsolatban, meg több videót is megvágni, és most mostanság ez a vágás dolog, ez annyira nem adta ki,
eléggé sok fele kell szakadni, de igyekszem, tudjátok, próbálok megfelelő mennyiségű és minőségi tartalmat gyártani nektek. Remélem, hogy ez a terepasztalos vlogolás is tetszett. Bocsánat, hogy most csak így telefonnal, de szerettem volna egy kicsit lazábban csinálni, mármint az én szemszögemből lazábban, hogy ne legyen annyi kötöttség, hogy figyelni kelljen a kamerának az aksiát, hogy lemerül-e vagy sem. Összességében ez a mostani helyzet, és innen folytatjuk majd egy-két héten, hát 3-4 héten belül, mert most még nyaralások is lesznek, mert minden, szóval ja, most ez egy picit pihen majd így, ahogy van, és majd folytatjuk. In a galaxy so vast, heroes rise and fall, but the saga stands.